Van a Cry, Petya, csak néhány ismert zsarolóvírus. Ezek a kártékony szoftverek az informatikai eszközökön tárolt fontos adatokat szerzik meg, majd váltságdíjért cserébe adják vissza azokat. Ez a típusú internetes támadás Tolna megyében is többször előfordult már, mondja Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Gyakori, hogy az óvatlanok kifizetik a kért összeget, ennek ellenére ezek az adatok nem lesznek újra hozzáférhetők, így kétszeresen is áldozattá válnak. Nem szabad fizetni, javasolja Huszti Gábor. Csizmazi a Darab István IT-biztonsági szakértő azt mondja, vírusírtókra van szükség, de az embereknek is óvatosabbnak kellene lenniük, nem mindig elég körültekintőek adataik jelszavú kiválasztásakor és azok tárolásakor. Nem használnak naprakész vírusvédelmet minden platformon, ezt használják ki a bűnözők. Az is gyakran előfordul, hogy ingatlan hirdető nevében jelentkeznek a csalók, a gyanútlan ügyfelek pedig megengedik, hogy idegen programot telepítsenek a gépükre. Akkor mint egy kémprogrammal az összes létező fájlt el tudták lopni ennek az embernek a gépéről, köztük a kis KFT-jének, cégének a aláírási címpéldányát is, elmentek a mobil szolgáltatóhoz, és egy hamisított meghatalmazással SIM-kártya cserét kértek a telefonhoz, és ettől kezdve már ők kapták a banki SMS-eket, és percek alatt leürítették az áldozatnak a bankszámláját. Létezik biztosítás is ilyen esetekre, ám a szakemberek azt hangsúlyozzák, ez épp a visszajára is fordulhat, mert ha a bűnözők megszerzik a biztosított vállalatok listáját, célzottan támadják meg őket, mert tudják, hogy a biztosító pénzéből kifizetik őket. Így marad a biztonságtudat és a megfelelő vírusvédelem.